Már-már hűvösebb reggelek, de még mindig melegebb nappalok, hogy milyen hatással van ez a változékony időjárás a kertjeinkben lévő növényekre. Többek között ezzel foglalkozunk a mai esti mérlekben, tartsanak velünk! A nyáriasan meleg időben akadt, aki sportcipőt húzott és futott egyet a városban. És volt, aki kutyát sétáltatott, kihasználva a szikrázó napsütést. A sárgás-barna levelek ugyan már az őszi hónapokat idézik, mégsem a megszokott időjárást tapasztalhatjuk október végéhez közeledve. Úgy tűnik ez öröm a fehérváriaknak, hiszen szívesen töltik idejüket a parkokban. A hattyúk és a vadkacsák pedig a tóparton süttetik magukat a kellemes időben. De ennek a változékony időnek nem csak pozitív hozadéka van. Ennek a több mint 2000 négyzetméteres öreghegyi kertnek a tulajdonosa szerint a fagytól még valóban nem kell félnünk, azonban az idei változékony időjárás már több problémát okozott a gazdáknak. Későn tavasszal jöttek a hideg fagyok, és az gyakorlatilag elvitte az idei kajszi termést, illetve hát más növényeket a termését is megritkította. A másik pedig a forró és hosszú nyár, aminek következtében nagyon gyakori volt a növényeken az napégés, amit a magas UV-sugárzás okozott a növényeken. A változékony időjárás mellett a poloskák is bosszúságot okozhatnak a kert tulajdonosoknak. Az idén hihetetlen mennyiségben elszaporodtak és okoztak bosszúságot az embereknek, illetve hát a veteményes kertekben elég jelentős volt a gazdasági kár is, ami abban mutatkozik meg, hogy szivogatva a virágokon, terméseken, azokon elszíneződést, az ízanyagoknak a megváltozását okozza, és sok növény esetében, például a paprikánál, paradicsomnál élvezhetetlenné válik a termés, de ez figyelhető meg például a szőlőbogyókon is. Az idén ugyan kevesebb volt a harlekinkatisza, de más években meg az szokott ilyen problémát okozni, amikor belekerül a mustba és élvezhetetlenné válik a szőlőnek a leve, a must. Van még egy gazdasági jelentősége is ennek a szélsőséges időjárásnak. Itt a kertben is megnézhetjük, hogy a karfiol, ami ugye egy eléggé kényes zöldségnövény, annak, hogy ősszel sikeres legyen a termésünk, kell egy, hogy hideg hatást kapjon augusztus hó folyamán. Ugye az idei augusztus az nagyon meleg volt, ez elmaradt a hatás, és itt a kertbe is méter magasra megnőtt a karfiol, de még a mai napig nem alakultak ki a karfiol rózsák, ami hát, ha valaki nagyobb területen termesz karfiolt, akkor nagyon nagy gazdasági kárt okoz a termesztőnek. Forró nyár, kánikula, poloska. Térjünk egy kicsit ide-vissza, tudunk-e ezzel ellen tenni? A poloska az, ugye, mint mondottam, egyrészt gazdasági kártevő, ami ellen elsősorban, azért Magyarországon még elsősorban csak a házi kertekben indokolt a védekezés, de a mediterrán államokban már nagyobb gyümölcsös ültetvényekben is nagyon jelentős, sok milliárd euróra tehető gazdasági kárt okoz a gyümölcsöknek a szivogatásával, és akkor élvezhetetlenné válik a termés. Magyarországon inkább a házi kertekben okoz problémát. A paradicsomon, a paprikán, a padlizsánon jellegzetes ilyen kifakuló foltokat okoz a szivogatásuk nyomán a termésen, és hát ez szélsőséges esetben élvezhetetlenné teszi a termést, de mindenképpen piac csökkentő hatása van neki. A másik dolog, hogy mediterrán kártevők révén ilyenkor ősz folyamán, amikor hűvösödnek az éjszakák, akkor megkezdődik a vándorlásuk ennek a két poloskafajnak a védettebb helyek felé, fészerekbe, garázsokba, de akár a lakásokba is. És hát bizony ott a szagukkal, a mozgásukkal zavarják az ott lakó embereket. Ez ellen hát lakáson belül nem érdemes egyszerre védekezni, de mindenképpen tartsuk zárva az ajtókat, ablakokat, szereljünk fel szúnyoghálót, és azzal meg tudjuk akadályozni, hogy bejussanak a lakásba. Hát lehetséges még porszívózással, gyakori porszívózással összeszedni a kártevőket, és kitessékelni a lakásból. Az ősz is megmutatta a melegebbik arcát, a földek is szárazak. Mit okozhat ez majd a jövő évre vonatkozóan?
Hát már most látszik a hatása, mert amit augusztus végén elvetettek repszéket, azok nagyon szépen kikeltek, megerősödtek, de már leálltak a fejlődéssel. A később elvetett őszi árpa és búza jelenleg is nagyon hiányosan kelt ki, egy része még ki sem kelt, emiatt heterogén lesz a őszi vetés, ez befolyásolhatja a télállóságát, és hát nagyon jelentős mennyiségű hónak vagy esőnek kell lenni a elkövetkező hónapokban ahhoz, hogy pótlódjon ez a több mint 100 mm csapadékhiány. Milyen munkálatokat, tevékenységet tudunk még a kertünkbe végezni, hát köszönhetően ennek a meleg időjárásnak, hogy aztán a jövő évben minél finomabb és minőségibb terméseink legyenek a kertjeinkben. Hát még a kertben ugye elmaradtak a korai fagyok, tehát most még bőséggel szedhető a paprika, a paradicsom az már tönkrement, de káposztafélék, karalábé, azok még nyugodtan szedhetők. Hát és hátra van a őszi, elmaradhatatlan őszi ásás, amit célszerű elmunkálni, hogy minél kevesebb párologjon el a nedvességből, a talajból. Másrészt pedig, akinek fű is van a kertjében, ott rendszeresen gerebjézze össze, lombseprőzze össze a falevelet, mert a fű nem szereti, hogyha tartósan rajta van a falevél, mert kipálik, kifakul alatta. Ezt azért hetente legalább egyszer gyűjtsük össze és rakjuk komposztálóba. Ne égessük el, az a legrosszabb gyakorlat, hanem mindenki készítsen magának komposztálót, és akkor ebből kiváló tápanyag készül rövid idő alatt, ami visszajuttatta a tápanyagokat a talajba, és nem beszélve arról, hogy serkenti a talajoknak a mikrobiális életét. Talán még korai beszélni róla, de ha már ilyen meleg van, hát a tavasz is azért néhány hónap múlva beköszönt, és hamar itt lesz majd újra. Milyen munkálatok lesznek majd akkor, mire készüljenek azok, akiknek kertjei vannak, kicsi vagy éppen nagy kertje? Hogyan indul tavasszal a munka, hogy kell elképzelni a kerteket? Hát a legjobb, hogyha mindenki azzal kezdi, hogy amikor még nem tud dolgozni a kertből, akkor megvásárolja a vetőmagokat a gazdaboltokba. Lehetőleg fémzároltat vásároljon, mert annak azért valamelyest a minősége meghatározott. Sajnos általános probléma, hogy alacsony a vetőmagoknak a csirázó képessége, de hát ha fémzároltat vásárolunk, akkor legalább egészséges, és talán valamelyest jobb is a csirázó képessége. A másik, amikor elkezd pirkadni a talaj, akkor simítózzuk, gerebjézzük el, hogy minél kisebb legyen a párolgás, és akkor utána lehet kezdeni a hidegtűrő növényeknek a vetésével, duggatásával, így a salátával, a fokhagymával, a vöröshagymával, utána pedig hát jönnek a melegebb igényes növények, azokat pedig hát majd április végén, május elején illik elpalántázni, de akinek fényes a lakása, ott előnevelheti a palántákat, és akkor mire megjön a jó idő, akkorára már szép fejlett palántákat tud kiültetni a kertjébe. Reméljük, hogy jobb lesz az jövő év, mint az idei, mert az idén sok kudarc érte a gazdálkodókat. Egyrészt néhány növénynél csalódást okozott a termés minősége, utána pedig hát a piaci értékesítés, az alacsony árak, a értékesíthetetlenség azért az nagyon jelentős probléma. Fagyra még nem kell számítaniuk a gazdáknak, de kedden már egy hideg front érkezik hazánkba. Többfelé lesz eső, zápor, de a napsütéstől még nem kell hosszú időre elbúcsúznunk. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én bízom benne, hogy szolgáltunk önöknek hasznos és érdekes információkkal. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!